3, 2, 1. Gombnyomásra indult a 2021-22-es szakképzési tanév még hétfőn, az idén Csongrád volt a hivatalos ünnepség helyszíne. Parag László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke elmondása szerint hétvégén erősen vívódott, hogy a beszédében kitérjene a szexuális másság témakörére. Végül nem tartotta magában a gondolatait. Rengeteg olyan barátom van, aki a saját neméhez vonzódik, kedvelem őket, intellektuálisan magas képzettségűek, egy csodálatos világ. De azt már nehezen viselem, amikor mondjuk a 9 éves kisfiamat a tanár úgy segíti fel a létrán, vagy a kötélen, hogy egyébként tudom róla, hogy a fiúkhoz vonzódik. A pedagógusok szakszervezetének alelnöke ma azt mondta a Telexnek, minimum bocsánatkérést várnak Parag Lászlótól, aki szerintük azt sugallta, hogy a homoszexuálisok egyben pedofilok is. A lap megkereste Ári Tamás Lajost, az oktatási jogok biztosát is. A konkrét ügyet nem kívánta kommentálni, általánosságban viszont azt mondta, hogy idézem, több tiszteletet a tanároknak. Az RTL híradó kérdésére ma Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter is megengedhetetlennek nevezte Parag László szavait. Megítélésem szerint mélységesen helytelen dolog, amit ő mondott, én ezzel nem értek egyet, és ebben a kormánynak is határozott volt mindig, és határozott a jövőben is az álláspontja, hogy a szexuális orientációja az mindenkinek a magánügye, és természetesen mindenki szabadon, minden diszkrimináció és következmény nélkül annak megfelelően élheti az életét most is, a múltban is, a jövőben is Magyarországon. A Momentum szerint az volt a kötelező minimum, hogy a családokért felelős miniszter ma elítélte a tanévnyitón elhangzottakat. Én azt nem értem, hogy amikor júniusban a fideszes parlamenti többség elfogadta a szégyenteljes, kirekesztő homofób törvényt, akkor miért nem tiltakozott a miniszterasszony, és miért támogatta nevével és arcával ezt az elfogadhatatlan törvénymódosítót. Az úgynevezett pedofil törvényt a kormánypárti többség mellett a Jobbik is megszavazta, bár ők azt ígérték, hogy egy esetleges kormányváltás után azonnal kezdeményezik az ellenzék által homofóbnak tartott részek törlését a jogszabályból.